előtte MC Sebeők rimbeszedett világ megváltó gondolatok, vagy TV Maci filozófia popritmusban Sebeők Jánostól. Sebeők János tovább keresi önmagát. Volt idő, amikor átmenetileg showmannek készült, nemrégiben pedig azzal riogatott mindenkit, hogy elszegődik kecskepásztornak. Ezek után nem meglepő, hogy változott a terv, irány a színpad, a Rivalda fény. Kitéve magno, kitéve manko. Sebeők Jánostól visszhangzik az utca. Különös szöveg, ismeretlen dal, egyedi mozgás. János nem zavartatja magát, úgy tűnik valamire nagyon készül. Lomtalanítás, ez ám a frankó. Bingo, bingo, ez ám a frankó. Szevasz. Nálam gyakorolsz. Van is mit gyakorolni. Jánosra kemény munka vár. A helyszín a stúdió. Sebeők János legújabb munkahelye. Sebeők Meló Rap János. Sebeők János ringbe száll a zenészekkel. Egy sajátos replemezzel belekóstol a sztárvilágba. Ez a Meló Rap, először is distinkcionáljunk, ahogy disztinkváljunk, ahogy pontosítsunk. Meló Rap. Sok meló volt vele, de a meló szó ebben az esetben melódiát jelent, melódikus rap. Ebből mindjárt kapunk is némi ízelítőt, de előbb nézzük csak, ki is az a Sebeők János. Na, a 90-es évek elején a feltűnően egyedi megjelenésű férfi bezáratja magát egy állatkerti ketrecbe. Így akarja megismertetni az emberekkel sajátos világát. Aztán eltűnik, és évekkel később újra felbukkan a Big Brother házban. Ettől kezdve János újabb és újabb ötletekkel rukkol elő. Robotról írógép, kacsintós pénztárca, varázspálca, arc és álca, szabjec kiszájú. És most itt a legújabb, rappelni fog. Menjen a sunyiba, ki nem hisz a maciba, a tévé maciba, a tévé maciba. Tehát menjen a sunyiba, ki nem hisz a maciba. Nagyon komolyan gondoltuk a zenét. A szöveget a János írta, és nagyon-nagyon zseniális, és szerintem teljesen komoly, szól is valamiről. Minden mellett egy csomó poén és egy csomó vicc társul ehhez az albumhoz. Tehát a kollégák igenis hisznek Sebeők sikerében. Időközben felbukkan a konkurencia. Haver, azaz MC Haver, az egyik ismert magyar rap együttes tagja, nem hisz a Fünének, no meg a személynek sem. Aztán úgy dönt, ha a Sebeők rappel, hát segít neki, hogy külsőségekben is legyen igazi rapper. Gondoltam, hogy ha a zakó alá esetleg felpróbálnád ezt a pólót, akkor megnéznénk, hogy hogy nézel ki ebben a lánccal és ebben a pólóval. Hát a kíváncsiság kedvéért talán mindenképpen érdemes lenne kipróbálni. Hát én benne vagyok. Oké, okay. Próbáljuk meg. Wow! Yeah! Wow! Oh, yeah! Jó. Jánosnak nem is áll olyan rosszul ez a stílus, sőt, Haver ajándéka kifejezetten sebeőkös. Ezzel a fajta zenével szerintem ő remekül kifejezi azt, ami ő valójában. Menjen a sunyiba, ki nem hisz a maciba, a tévé maciba, a tévé maciba. Nem a siker véget csináltam, hanem azért, mert ez is a metakommunikációs program része, ha mondhatom így. Wow, vagyis János célja ezúttal sem a siker, és nem is a gazdagság. A Sebeők lemez egy újabb eszköz ahhoz, hogy János különös világához még közelebb kerüljön. Most majd meglátjuk ezután, hányan hisznek a TV Maciban.